November 7-én Gerencsér Nikolett első kötetes írónő, Jövendő múlt címmel megjelent könyvének bemutatójára érkeztek az érdeklődők a Petőfi Sándor Városi Könyvtárba. A könyv bemutatón Szabados Anna az intézmény igazgatója köszöntötte a résztvevőket, majd Komlós Kinga, kiskörösi író beszélgetett az esemény főszereplőjével, a Páhin élő Gerencsér Nikolettel, aki komolyabban középiskolás korában kezdett az írással foglalkozni. Kedvenc tantárgya a történelem volt, így az első, soha be nem fejezett írásaiban a történelem fontos szerepet kapott. Egy ilyen régebben megkezdett történet folytatásából született meg első kötete, a Jövendő múlt, melyet a Budapesti Könyvhét után Kiskörösön mutatott be először az olvasóknak. Kéziratot a testvéremnek küldtem át, aki szintén nagyon sokat olvas. És tudtam róla, hogy ő őszintén elmondja a véleményét, tehát nem csak azért, mert testvérek vagyunk, és hogy megkérdezhetem, az ő véleménye az nagyon fontos a számomra, és ő azt mondta, hogy szerinte érdemes lenne. Ez volt az első olyan pillanat, amikor azt éreztem, hogy hú, hát ez nagyon jól hangzik. Aztán amikor megkerestem Kinga tanácsára ugye a kiadót, ott is napokig vártam ugye visszajelzésre, hogy mit fognak mondani, és hát borzasztó boldog voltam, amikor olvastam az e-mailt, hogy igen, ők ezt szeretnék kiadni. Aztán, amikor már így könyvformája lett a dolognak, ugye már a szerkesztésen, korrektúrán túl voltunk, akkor ugye utána megosztottam a Facebookon a hírt, és az is nagyon nagy meglepetés volt, és nagyon kellemes meglepetés, hogy mennyien örülnek ennek, mennyien gratulálnak, aztán, hogy a családom milyen támogató volt. Nikolett célja, hogy a múlt szépségeit átadja az olvasóknak is, így a Jövendő múlt egy időutazás története, amely a múltba repíti az olvasót. Én borzasztó kíváncsi vagyok, hogy milyen lehet az. Én sokszor elképzelem, illetve kutató munkámnak is ugye része volt, hogy ez a könyv megszületesen, a része volt az, hogy milyen lenne, ha mondjuk én visszakerülnék az ókori Rómába, vagy a 15. századi Madridba, hogy ott mi történne, mit tesznek, mit csinálnak, milyen szokásaik vannak, hogy néz ki a mindennapjuk, vagy például, hogy néz ki mindennapjuk ugye számítógép és telefon nélkül például, ami ugye napjainkban már teljesen megszokott, vagy az, hogy felkapcsoljuk a villanyt, és akkor az világít nekünk, de ugye akkoriban ez nem volt ilyen egyszerű, és hogy egyébként ez persze egyfelől veszélyes is, hiszen voltak akkoriban különböző problémák, de érdekes is szerintem. A történet egy férfi és egy nő közös utazásáról szól az időben. A beszélgetés moderátora Komlós Kinga felolvasott egy részletet a kötetből, mely az ókori Rómába egy gladiátor viadal kellős közepébe repítette el a könyvbemutató résztvevőit. Több helyre is elutaznak, és nem tudják, hogy miért. Az az első részben az az izgalmas, hogy nem tudják, hogy miért utaznak, vagy hogy mikor, vagy hogy hová fognak kerülni. De érdekes módon mindig ketten kerülnek oda a két főszereplő, ugye Alice és Sebastian. Átkerülnek a 19. századi Bécsbe, az 1850-es évekbe, amikor ugye Ferenc József éppen eljegyezte Erzsébet hercegnőt. Kerülnek a 15. századi Madridba, pont abba az időszakba, amikor ugye az európaiak felfedezik az amerikai kontinenst, a nagyföldrajzi felfedezések idejére, illetve az 5. századi Kamelotba. Az írónő elmondta, hogy már készen van a történet folytatása, amelyben tovább folytatódik a két főszereplő időutazása. Aki szereti a fantasyt, a történelmet, a romantikát és az időutazós történeteket, annak nem szabad kihagyni Gerencsér Nikolett Jövendő múlt című kötetét. Nikolett a könyvtárnak ajándékozott egy példányt a könyvéből, így aki el szeretné olvasni, onnan is kikölcsönözheti.